Sziasztok, a mai egy rövid kis videó lesz innen a budai várból, hiszen mint láthatjátok, most már elkezdték lebontani az állványt a Vöröskereszt székház épületéről, úgyhogy gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megtekinteni, hiszen ez is egy újabb gyönyörű épület, amit már nem láthattunk. Mennyi ideje is? Hát nagyjából 80 év, hát a II. Világháborúban sérült meg, eléggé megsérült ez az épület, és utána pedig el is bontották. Hát ugye ki gondolta volna még 10-20 évvel ezelőtt, hogy újra láthatjuk majd a Vöröskereszt székház épületét, felújítva a Karmelita kolostort, vagy például itt visszaépül a Honvéd főparancsnokság épülete, vagy mögötte ott épül a József főhercegi palota, és már ugye elkészült a főőrség, a lovarda és a Csikós udvar, és természetesen a pénzügyminisztérium is visszanyerte már eredeti pompáját. Legfeljebb álmodozni lehetett erről, mondjuk úgy 15-20 éve. Most pedig lassan már mindegyik elkészül. És akkor már csak a palota felújítása, illetve eredeti állapotba való visszaállítása maradt hátra. Itt pedig a Lónyai villa látható, ami ugye szintén vissza lett építve az elmúlt években, vagyis ez már régebben vissza lett építve, csak egy ideig üresen állt, de most már ez is használatban van. És itt pedig a másik oldala Vöröskereszt székház épületének, ugye itt sincs már fent az állványzat. Egy újabb gyönyörű épülettel gazdagodott, hát gazdagodott. Egy újabb gyönyörű épület tért vissza a budai várba. A mai videó tulajdonképp ennyi lett volna mindössze, majd még az idei évben valószínűleg decemberben jövök vissza a várba. Köszönöm, hogyha ezt a videót megnéztétek. Ezzel a hangulatos kis sétánnyal búcsúzok itt a Karmelita kolostor előtt, alatt. Sziasztok!